egy ember szól, de milliók nevében. Én magammal akarok békében élni, nem a világgal. Petőfi Sándor születésének 200. évfordulóján minden nap idézzünk fel egy Petőfi verset, abból a hónapból, amelyben írta, s vélhetőleg abból a napból, amelyen írta. Hogy teljesüljön a téli esték csodája, és mindenik jó szó, mely máskor csak a légbe röpültán, most beszáll a szív közepébe, Adorján Boldizsárhoz. Mélységes völgyben olyan mélyen, hogy amik állnak közelében a mozdulatlan gránitbércek, ezen vasnál vasabb falak, még ők is, amint ott lenéznek, szédülni látszanak, E mély völdnek legmélyebb fenekén, hová a napvilág fél feketén jut el, csak a sok bujkálás miatt, sol a hold, ez a szép fonóleány olyan kísérteti e szálakat ereszt éjenként ezüst guzsaján, miként ha fonna szemfedőt magának. A völgyben ott egy nagy szomorú fűszfának tövény nyílt egy kicsiny virág, Homály és lombok takarák, nem volt körülle semmi, semmi fény, csak egy fagyott nagy harmat reszketett egy örökké való könyv levelén, mint a gyémánt a se felett, mert a virág piros volt, nem csoda, egy összetépet szívből támada. Kevés vándor fordult meg itt a tájon, kevés szem akadott mege virágon, de aki látta őt, hamarjában nem mehetett el. Ott állt csodálkozó szemekkel, e bű növény előtt, és nézte, néztes, érzett kínokat, miktől a lélek szerte szakad, de még így ölte őt az, amit láta, szívott bódítón édes illatot. Barátom, ez a fájdalom virága, ez a virág lantott zenéje volt. Miért tiprád el ezt a szép virágot? Miért hallgatott el így a kezedben a lant? Nem fájt, nem fájt, midőn a földhöz vágtad, s mint egy zokogva húrja ketté pattant. Nem kiáltott rád a lelkismeret, midőn rátetted gyilkos kezedet, mert gyilkos vagy, megölted, nem testedet, de ennél sokkal többet, jobb részedet, a lanta lelke a költőnek s te ha, te lelkedet öléd meg, egy költő lelket semmisítni meg, nem ismerétán küldetésedet? Szent és nagy ez valóban, amely föld pusztulóban, haldokló félben van, amelynek már nem használ sem eső, sem napsugár, az a költő könyhullatási túl, s mosolygásától újra fölvirul. Mit felelsz majd, hogyha egykoron az, aki küldött, számadásra von? Ha mondja majd, néz arra lefelé, amerre tetted útadat, jól látszik, hosszú sivatag, a rád bizott földet nem mi veléd. Föl, föl, barátom, drága minden perc, a föld futó csillagjai vagyunk, csak addig élünk, míg leszaladunk. Ma holnap a bíró előtt lehetsz. Föl, föl, barátom, illeszd össze lantod, lehelt beléje búbánatodat, hisz a költő, ha a legfájóbb hangot sohajtja, akkor a legboldogabb. Dalold el mind, mivel szíved teli, s minden hang, amely ajkadon kiő, lelked darabja légyen, oly dicső, kín és gyönyörközt elvérzeni. Pest 1848. január 6. Mégse január 6-án idéztem ezt a verset, aki Adorján Bordizsál, is életét ismeri, tudhatja, hogy Petőfi két verset is írt hozzá, egy emlékkönyve, verset és ezt a hatalmas episztolát. Említettem, hogy Petőfit akkor fogjuk igazán megbecsülni, ha a költői leveleit megbecsüljük, mint ezt is. Szinte ismeretlen ez a vers. Nem csak a nagy közönség előtt, hanem szinte még az irodalomtörténészek előtt is. Miért ismeretlen? Azért, mert Petőfi ezt a versét egy ismeretlenségbe visszaburkolózni akaró embernek írt. Egy felvidéki embernek, akit meg is látogatott ott a, a szülőhelyén, és aki ez mondom, két verset is írt. Ez az Adorján Boldizsár fölhagyott a versírással. Petőfi mellett Vörösmart is ír hozzá a verset, úgy látszik, tényleg nagy tehetség volt. Petőfi itt mondja ki a vers befejező romantikus záradékában, hogy mi is a költő élete, mi a dicső a költő életében, kín és közt elvérzeni. Megint az áldozat. Megint amivel kezdtük ezt a hónapot, hogy szabadság, szereleme, kettő kell énekem, is, és feláldozni az életet, feláldozni, ha kell még a szerelmet is, az áldozathozatal, a szabadság jegyében való áldozathozatal, úgy látszik Petőfi számára mindennél több volt a költészet, amely megtestesítője volt ennek az áldozathozatalnak, és azért nagy ez az elégia, ez az episztola, mert Petőfi egy hatalmas nagy képből lemegy egy kis virágig, de az a kis virág, az a kis Piros, vörös virág, benne van minden, ami az életet, és főleg a költő életét jellemzés te eltiprod. Na Petőfi is el akarta tiporni, idéztük már januárban egy versét, amelyet oda vágott vahogy Sándor elé, hogy majd fölhagy a költészettel, minek búsítsa ő tovább magát ezzel. Arany János is föl akart hagyni a költészettel, és melyik nagy költő nem akart fölhagyni ezzel az élve boncolással, amit költészetnek nevezünk, de kín és gyönyör közt elvérzeni. Ez is egy nagy petőfi sor, és ez is egy nagy vállalás.